Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizois, október 6-án. A hold és a nap harmóniában áll az indiai számítás szerint a föld elemében. Itt van most a biztonság érzete, vagy megvan arra a lehetőség, hogy az ötleteinket, a terveinket megvalósítsuk. A hold a kritika holdházban található, ez a holdház a plejádok hatása alatt áll. A plejádoknál a központi nap Alkioné, Alkionéról gyakran beszélek a másik felvételen, amikor egy égi kapu nyílik a plejádok felé. Annyit kell most tudni róla, ez olyan, mint a mesében ismert Holle anyu. És most mi döntünk. Melyik irányba tekintünk? Mi most vesztesek vagyunk, és megsértődünk, félelmeink vannak, nem hiszünk a terveinkbe, az álmainkba, hanem feladjuk ezeket, és akkor elveszítünk valamit, vagy tekintünk egy másik irányba, amikor tudjuk, hogy minden valóra válik, megvan az önbizalmunk, a hitünk, akkor másképp jobban alakulnak a dolgok. Itt mi hozzuk a döntéseket. E felett, a holdház felett az indiai mitológia szerint Agni uralkodik. Agni a tűz elemének az istene. Ez a lelkesedést jelenti, de a szív melegségét is. Azon kívül Agni olyan, mint a görög mitológiában Hermes, utal a kapcsolatokra, utal a kommunikációra. A mai napon van egy hold-vénusz kvadrát aspektus. Ez bennünket, hölgyeket illet, ez a Vénusz energia, és nem érezzük jól magunkat, mert valamit feladunk, vagy bizonytalanok vagyunk, vagy történik a mai napon valami, vagy jön egy hír, amit személyesen veszünk, megsértődünk, visszahúzódunk, utal a nehézségekre, de ez gyorsan elmúlik, mert a hold gyorsan mozog. A Mars bolygó visszatekintő visszatért a halak jegyébe az indiai számítás szerint a Revati holdházba, ami azt jelenti, különösen a férfiaknál, hogy valamit be kell fejezni. Érdekes az is, hogy a Mars bolygó és Szaturnusz bolygó között, ami ezt kiszámoljuk asztrológiailag, van ez a kvadrát aspektus, ami a nehézségekre utal, de ezek a nehézségek az elemekből vannak. Tehát addig, amíg Mars bolygó még a Kos jegyében volt, a tűz elemében, addig érezhető volt ez a kihívás, de ahogy most visszatért a halak jegyébe, a víz elemébe, így megnyugszanak az események, mert a halak jegye a víz eleméhez tartozik, a bak jegye, ahol Szaturnusz bolygó van, az a föld eleméhez tartozik, és a víz eleme, meg a föld eleme, ezek olyan barátságban vannak, és megértik egymást. Tehát javulnak a helyzetek annak ellenére, hogy még mindig van ez a kvadrát aspektus. A mai napon Uránusz bolygó, egy visszatekintő Uránusz bolygó és Merkur bolygó között van egy úgynevezett opozíción, és az azt jelenti, ezek szemben állnak. Itt tükröződik valami, vagy kell az egyensúly, olyan, mint egy mérleg. Az Uránusz bolygónál lesz egy meglepetés, vagy egy változás, Merkur bolygónál meg kapcsolatokról van szó, beszélgetésekről.
ez egy hír lehet. És ez a hír, vagy ez a változás, vagy ez a meglepetés tükröz számunkra valamit. Kell az egyensúly is a kommunikációnál. És az azt jelenti, ne csak beszéljünk, hanem hallgassunk arra, amit mások mondanak, mert ez tükröződik most nekünk. Bele kell nézni ebbe a tükörbe, oda kell figyelni, rá kell hallgatni, mit közölnek mások velünk. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, október 6-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!